Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az évvégi fúvós, illetve részfúvós növendékeink vizsgáján. Egy kicsit más ez az év, mint az eddigiek voltak. Ugye fél évkor tudtunk vizsgázni, de tavaly év végén sajnos még ennyit sem tudtunk összehozni, amit most. A vizsgák általában úgy zajlanak, hogy 3-4-5 darabot tanulnak meg a tanulók, és ebből választ a vizsgabizottság 2-3-at, amit eljátszanak. Hát most a pandémiára való tekintettel ez lecsökkent 1-2 darabra, amit előadnak a gyerekek, mert nem akartuk őket ebből az utolsó 3-4 hétbe olyan plusz feladatokkal terhelni itt a művészeti iskolába, amit megkapnak az általános iskolában, mert mindenki most akar dolgozatot írni, mindenki most akarja bepótolni az elmúlt pár hetet, hónapot. Hát mi úgy gondoltuk, hogy mindenki illendőség kedvéért bemutatja azt, amit tud, azt az 1-2 dalt, kompozíciót eljátsza, és ezzel a vizsgákat le tudjuk. Ezért nem is gondoltuk, hogy zongora kísérletet is adunk hozzá, úgyhogy én szerintem ez egy kicsit gyors vizsga lesz, de annál értékesebb. Először az én növendékeim adnak számot, egyébként hárman fogunk ma vizsgáztatni, Dakó Lajos és Magyar Bálint kollégámmal együtt. Jól magam, Cirok Zoltán növendékei következnek. Az első műsorszám egyből kimarad, mert egy betegséget kell bejelentenem, de hát akkor elsőként a legkisebb, a mostani legkisebb fog Horváth Izabella furuljázni. Velem együtt egy kánont, a címe Ó, gyertek, énekeljünk! Következő műsorszámunk megint furulja lesz, Süli Csilla fog megint csak velem furuljázni, ismeretlen szerző német népdalját adjuk elő, Földművesek éneke a címe. Játszik el annak ellenére, hogy eddig beteg volt, de mégis megtanulta mind a kettőt. Mind a kettőre én működök közre. Az első az egy ír népdal lesz, a másik az, amit már ma egyszer hallottunk, a Földművesek éneke.
Két kürtös produkció maradt nálam az Észre vendégeimnél utoljára. Először Molnár Anna fog kürtözni Mozart andantéját. Csajkovszki régi francia dalát fogja nekünk előadni. Thank you.
előadás következik, aki Kocsár Miklós Saltus Hungaricus színű darabját fogja előadni. Tócsári Nándor, egy Mozart darabot fog előadni.
Hát fog nekünk eljátszani. Ő vele egy furulja dolgot fogunk előadni, méghozzá a német parasztáncot.